Az kérdésem, hogy mi az a darma baleset? Amikor valaki azt hiszi, hogy megvilágosodott, az a legnagyobb darma baleset. Értem. Van egy fantasztikus zenmesterünk, Mangong Szunyém névre hallgat, és az ő történetében nagyon sok olyan kisebb baleset is szerepelt, amelyekből nagyon sokat lehet tanulni. Tehát ő azért sok mindenen átment, amíg az egyszerűt és a tisztát elérte, és hát egyszer úgy átlátott a falon megtapogatva, ott volt a fal, de átlátott rajta, és elrohant ki a tanító, hogy mester, mester, átlátok a falon, megvilágosodtam. Onkhorszúnyim fogta, bum! És akkor eltűnt az egész csoda, falak ismét megszilárdultak teljesen, nem látott át rajta, és akkor Onkhorszúnyim azt mondta, hogy N -n -n, nem ezt keressük, az ecset és a tus, azonos vagy különböző. És nem tudtam megválaszolni magunk rendesen a kérdést, még négy év. Tehát ami jön és megy, az mind karma. Ha nagyon csodaszerű és speciális, akkor is. Hát a legnehezebb dolog visszatérni úgy a szóbeliség, a nevek, a formák, a dualitások elé, hogy erről a lóról, amelynek nincs patája, nincs sörénye, nincs háta, nem esel le. Nem kezdesz el gondolkodni róla? Nem kezdesz el ént gyártani rá? Azt az önképet egy új verzióban, amely korábban az akadály volt. Hát ez mondjuk eléggé őrült dolog, de pillanatokat megcsináljuk. A darma baleset az, amikor azonosulsz valamivel, ami nem te vagy, de ez mondjuk a darma módszerei közé tartozik. Az, aki mondjuk egy száznapos elvonulás után még mindig arra büszke, hogy ő akkor ezer leborulást megcsinált naponta, az valamit még nem ért el. Annak még egyszer száz nap és még ezer leborulása, míg a térde nem kap sportsérülést. Ha te ragaszkodsz úgy a tanhoz, hogy abból egy újabb identitás lesz, ott van egy óriási hiba ezek az emberek önminősítést követnek el, és azt hiszik, hogy ők bizony fensőbbek lettek, meg jobbak lettek, meg szebbek, meg megvilágosultabbak lettek, mint az embertársaik. Ez a buddha természetünkről való nagyon-nagyon tragikus és téves elfeledkezés. A buddha természetünk pontosan ugyanolyan, na de a karmánk az nem. És a karmához ragaszkodni, vagy annak a hiányához teljesen terméketlen ezért kell néha az M-mester, amelyik az utolsó morzsai kiveri belőled az összes hamis azonosulást, és eltűnik a darma baleset, és akkor megjelenik az, amit ugye Mangong Xunyi mondott később, hogy hát tudja, hogy a bóthiszatva miért fordítja el a fejét ez a dualitások világa, mert a só sós a cukor édes. Ennyi. Jó. Mit jelent az, amikor azt mondod, hogy meglátni a karmát? meglátni a karmámat. Mi hozott téged ide ebbe a templomba, csütörtök szent napján? A szívem. A szívedben mi? Mert ott van pitvar, kamra, koszorúerek. Éppen mi? Egy hívó érzés. A hívó érzés az honnan jött? Gondolom a karmámból. Tudod, hogy nagyon okos vagy? Ezt hívjuk tautológiának, a körbe menő definíciónak. Most már látod azt, hogy ha érzések, gondolatok impulzusaira te beszéddel és tettekkel reagálsz, akkor azt manifestálod, ez a karma. Meginten. Köszönöm. Szóval azt szeretném kérdezni, hogy anyai ágon van egy karmám, amivel dolgozom, párkapcsolati dolog, és látom, hogy a 20 éves lányom szintén ezt így valószínűleg fogja tovább vinni érdemese vele erről beszélnem, hogy Igen. esetleg ő ez, ez alól mentesüljön, vagy neki is át kell élni ahhoz, hogy... Bizonyos mértékig át kell élnie, de a tudatosság a mértékében tudja esetleg irányítani. Hát kell vele róla beszélni, de csak abban a mértékben, hogy ne anyai beavatkozásnak vegye a kis belügyeibe, nem mondjuk egy olyan segítségnek, amely pont a legjobb pillanatban jött. És itt gyakorlatilag a megfogalmazás módja, az ezt el fogja dönteni. És nem mondja, látod, látod, kislányom? Nem. nem. Korábbi párkapcsolati problémái, hogyha ebből a mintázatból fakadtak, amelyet mondasz, akkor meg kell kérdezni, hogy édesem, ezt szeretnéd? Hát ez előfordult egy, két, három, négy, x-szer, és hogyha nem változtatsz rajta, akkor még elő fog fordulni, szeretnéd? Jaj, hát nem, anya, hát mégis, most már tényleg, most már szenvedtem eleget. Akkor tudod megváltoztatni a szemléletét, mert ráébreszted belül arra, hogy ez lehet másképp is. És hogyha ezt megteszed, akkor ő már el tud indulni az úton. De itt nagyon fontos, hogy a szülő ne vegye el a gyerek autonómiáját ebben az ügyben sem. Nem csak azért, mert elmúlt 18, hanem azért, mert az egyik nagy baleset az az, hogyha defenzíva hárítás alakul ki a darmával szemben, vagy a szülő teljesen bölcs és jó akaratú tanításával szemben, amely a család darmája. Ezért mondjuk az apukáknak egy kicsit jobban kéne dolgozni, hogy a család darmáját egy kicsikét tudatosabban közvetítsék. És itt egy viszont kérdésem van. Hol van apuka ebben a képletben? Hát apuka már nincs velünk. De él? Élni él, Tehát csak külön. Azon apukák közé tartoznak, akik élnek, de nincsenek velünk. Igen, a lányom már feladta a vele való kapcsolatot. Uh -uh, nem adta, föl, legfeljebb nem kommunikálnak. Uh, igen, de nem ha apuka él, érzé. akkor a lányával kapcsolatban van oly módon, hogy az a kapcsolat nem művelt, nem gyakorolt. És ez a problémához tartozik, mert apuk akkor is a családhoz tartozik, ha x éven nem beszéltünk. És itt hatalmas karmikus lerakódások vannak. Ahhoz, hogy ez megoldódjék, apukát ismét be kell emelni a család aktív részébe, kommunikálni kell vele, még akkor is, hogyha ez lehetetlennek látszik. Miért? A lányod apai fele így le van békjózva a tagadás, az el, a hárítás, az elfolytás által. És amíg ez nem kerül egyensúlyba, addig az anyaiák felé ismétli az anyaiák karmáját, hogy anyukáim, legyetek szesek felébredni annyira, hogy a következő inkarnációban ne legyen apa problémám. Tessék úgy művelni azt a családi kapcsolatot, hogy nekem apuka és anyuka egyenlő mértékben jusson. Nem pedig egy ebillenve Arány tévesztve. És hogyha nem hagyjátok ezt végre, akkor ő ugyanezt meg fogja csinálni, akkor az ő gyereke is, unokája is heted íziglen, és hetven heted íziglen. Ez az a családi karma, amely védhetetlenül és kérlelhetetlenül egymásba íródik. Miért? Mert azért születtünk egymáshoz, hogy lássuk ezt. Hasonló erényeink és problémáink vannak. Tehát van olyan család, ahol három generációval följebb volt egy hadifogoly. Azóta a fiúgyermekek fogságban vannak. Van olyan család, ahol három-négy generációval azelőtt volt erőszak a családban, az összes női tag viszi a karmát, sőt olyan karmájúak születnek a családba, akiknek erre van hajlamuk az áldozattá válásra. Egymást tudatosítjuk, amilyen szinten tudjuk. Na most a darma nélkül a megszabadulás nem fog menni. A nem dualisztikus tudat nélkül csak ismétlenni fogunk. És innentől kezdve óriási jelentősége van annak, hogy a lányod ráláte erre időben, vagy pedig megint megismétli, megint megcsinálja. És akkor annyi hozadéka lesz, amennyivel tudatosabban kezdi a következő kört. Semmi több. Van értelmetlen szenvedés. Tudod, mi az, amiből nem tanultál semmit, és csak megismétled, az az értelmetlen. Köszönöm szépen. Szívesen. Ehhez kapcsolódóan lenne kérdésem, ugyanis nálam is hasonló a helyzet, hogy hmm. én az édesanyámmal és az édesapámmal is, az édesanyámmal már tudtam beszélni ezekről a dolgokról, abszolút nyitott volt, és azt úgy érzem, hogy az úgy egész jó irányba ment, viszont az édesapámmal, viszont nem tudom, hogy hogyan kezdjek neki egy ilyen beszélgetésnek, mert ő, ő teljesen, ő, tehát hogy nem, hogy mondjam, hogy, hogy ilyen. Ne is részletezd, tök egyszerű. Felemeled a telefont, felhívod, és azt mondod, apa, beszélni szeretnék veled. És hogyha a beszélgetést támadásra Nincs, fogja? Nincsen hogyha. Jussunk el odáig, hogy te ezt kimondod. Ne próbáld rossz tudós módjára egy modellből a világot megjósolni. A modell az a minta, amit apád addig elültetett benned, hogy ez ő. Adjunk egy esélyt, hogy most más lesz. Felhívod, és beszélsz vele, és akkor abban a pillanatban ki ő. Lehet, hogy kísértetiesen hasonlítani fog egy, öt, tíz évvel az előtti jön magára. Lehet. Adjuk meg az esélyt, hogy ez másképp lesz. Na, ez az a kezdő szellem, amelyről például a bevezetőben is hallottál. Minden nap adjunk a társunknak, a szüleinek, a barátainak, a gyakorlótársainak egy esélyt, hogy mások legyenek, mint az előtt. Különben a fixa ideáinkba fogjuk bezárni őket, mint a csillagok háborújában szólót az aktív szénbe. És amíg te ki nem olvasztod a kapitányt, addig az ezer éves sólyom az nem repül. Oké? Okay? Köszönöm szépen. Szívesen. Rám nagyon nagy hatása volt az éneklés, a közös éneklés, és az lenne a kérdésem, hogyha hazamegyek, akkor én, én szeretném elkezdeni ezt az éneklést, viszont nem látom, hogy hogyan. Tehát, hogy nem ismerem a dallamot, nem tudom a szöveget, és úgy a maximum a, a, az OM-mantrát fogom tudni, hogy... Ó, oh, nem, sokkal többet fogsz te tudni énekelni, Számos lehetőség van a elektronizált és informatikában fulladozó kultúránk jó voltából. Mindent lehet. Tehát azt is lehet, hogy az előttedülő fiatalember nagyon tehetséges ének közvetítésébe bekapcsolódsz, és együtt fogsz énekelni, úgyhogy egy időben vagy velük, de nem egy térben. Hát manapság, ez bőven lehetséges vagy letöltöd később az énekeket, és akkor úgy énekelsz, de az, hogy csak a fülhallgatón ott van, és ott szól, és ott egyedül vagy közben egy hanggal. Nem. Énekelj egy rakás emberrel együtt online, és ezt lehet. Aztán rájössz, hogy az azért mégsem olyan, mint amikor itt vagy a teremben, egy térben is, nem csak egy időben, és akkor visszajössz. És akkor megint közös éneklés van. Aztán megint otthon bekapcsolod azt a bizonyos felületet, és akkor együtt énekelsz az egy időben veled éneklőkkel. Jó? Már csak annyit szeretnék kérdezni, hogy mit tartasz fontosnak a rendszerességet, vagy, vagy, hogy az ember meditáljon is, meg énekeljen is, meg... Én azt tartom fontosnak, hogy rendszeresen meditáljon és énekeljen. Nagyon és és kérdésem. Én azt szeretném kérdezni, hogy kaptunk egy nagy csomó technikát, lehetőséget, fejlődésre, javulásra, és hogy, és hogy úgy érzem, hogy ezek kicsit így összecsaptak így a fejembe. Ugye cselekvés előtt így van egy fal, és így nem enged tovább, hogy így tudnám, hogy mit, de nem. És, és egyszerűen nem tudom, hogy miért, hogy egyszerűen én folyamatosan termelem újra, amit nem kéne, meg folyamatosak az azonulások, és a legrosszabb érzés, hogy tudom, hogy van belőle kiút, vagy hát így elméletve, meg megvan a gyakorlati tanács is hozzá, de egyszerűen, mint hogyha lenne egy fal, ami nem enged tovább. Van-e a falon ajtó? Hát nem látok. Addig -e tapogatni, amíg a kő helyett valami fal vagy fémot megjelenik? Na, az lesz az ajtó. Magyarul adsz magadnak egy lehetőséget. Nem úgy gondolkodsz magadról, mint korábban, és nem a karmádnak ugyanabban a sziklájában vered a fejedet folyamatosan, miközben ott az ajtó, sőt, a zár mellett, lábtörlő alatt, ott van a kulcs is. De az a döbbenetes, hogy mihelyt a kulcsot látjuk, kinyitod az ajtót, melyen keresztül mondjuk megváltoznál, kiszedjük a kulcsot, és olyan messzire elhajítjuk az ajtóból, hogy aztán hivatkozhassunk rá, hogy nem tudtuk kinyitni. És ezért verjük továbbra is a kis fejünket a falba, mert akkor a vérre lehet kötést kérni. Figyelmet, meg szeretetet, meg mindent. Mert hát mer változni, mert csak a belátás által változhatsz, és van azon a falon ajtó, csak meg kell találni. Engem viszont mondjuk a köműves jobban érdekelni, hogy minek kellett fölrakni azt a falat, de hát ez egy részletkérdés. Köszönöm. <síves> Szívesen. Én azt szeretném kérdezni, hogy közvetlenül a halálunk után hová kerülünk? A sírba. A testünk biztos oda kerül, illetve még az se biztos, mert ha elégetik, akkor nem. Ugye? Pedig a test sokkal egyszerűbb, mint a tudat. Maradjunk a testnél. Milyen temetést szeretnél? Koporsósat vagy hanvasztásosat? Ezt se tudod, látod? Nem, Na, amikor de... ezt megmondod, akkor én megmondom, hogy mi történik a lélekkel a halál után. Jó, például most az utolsó meditációban, amikor feltétlenül nem meditáltam, de azt képzeltem, hogy fekszem az esőben kint, és így szépen így elpárolog a testem, és beszívódik a földbe. Ez és te a ugyanazt tetted ebédre, mint a többi? Én, én remélem, mert Dani fantasztikusat főz, és rajtad kívül senkinek nem volt ilyen lesavazott élménye, mert már tudnám. Ja, Istenem, te nem vagy egy könnyű eset, hallottál. Ezért nem kérdeztem még. Szerintem neked nagyon félelmetes válaszolni is. Nem az lenne a fontosabb, hogy most mi történik a lelkeddel? Akkor változtatok a kérdésem. Azért kérdeztem, mert meghalt egy fontos ember, és itt voltam egyébként a gyásszertartáson, amit uh -huh. te tartottál. És utána én azt éreztem, hogy még össze vagyok kapcsolódva, és voltak érzetek, amiket utána kifestettem magamból, elkezdtem festeni. Csak kijött a konkrétum. És az a kérdés, hogy ez illúzió volt-e, és a képben megjelentek arcok, meg, meg, egy csomó minden megjelent, ami szavakkal nem kifejezhető, és az a kérdés, hogy ilyenkor én kivel voltam összekapcsolódva még vele, vagy a más világgal, vagy valami többel. És... Vele a más világon. Az nem kérdés, hogy ez illúzió-e vagy valóság, de egy valóság volt. Jött és ment. És hol volt ő akkor? Ott bent. Oké. Okay és az ott bőven elég. Ha gondolkodsz róla, akkor darabokra szaggatod. Úgy őrizd meg, ahogy volt. Jó? És hogy borul ránk a karma a után? Megint abstrakció. Második sértést nem tűrök. Köszönöm. Hogy borul rád most a karmád? Milyen vödörbül? Nem tudom. Akkor erre kapján választ a nem tudható tapasztalatán keresztül. Na, azzal foglalkozni, mi lesz a halál után. Most hogy élsz? Most milyen lélek és test tudatossággal élsz? Ez fogja eldönteni az egészet. Ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta, ha ez a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. Oké? Okay? Nem látlak tisztel, mert nincs rajtam szemüvegem. Nem a szemüveg teszi a tisztánlátást. Hát ha, ha megígéred, hogy nem fogsz nagyon fejbe vágni. Én nem ígérek semmit, hú, -hú. A, 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 Csak az a helyzet, hogy tegnap átláttam a falon. De ezt tegnap nem mondtad. De mondtam, csak nem neked. Na, a, de ez nem vicc. És ma meg, ma meg az volt, hogy a meditáció közben kidudorodott a fal, nem nagyon, de és aztán utána eltűnt. Tehát ez mind csak jelenség, jelenség mondom, tehát hogy ez ez normális, hogy... Mi legyen? Uh, Szeretnél aggódni miatta, vagy félni tőle? Nem normális. Ugyanúgy tudomásul veszed, mint hogy a nap reggel főket, az befelhősödött délutánra az ég, normális. Tehát érted? A valóság nem őrült, vagy józan, azok mi vagyunk. Engem a padló érdekelne, hogy... Hát laminált. De hogy direkt igen, ez erre kialakítva, és a meditáció. Nem, kialakítva. egyébként véletlenül. Tehát képzeld el, bementünk a botba és véletlenül a padló így fél raklappal utánunk jött. Én még gondolkoztam volna, de ő úgy döntött, hogy idejön. Hívtam volna a szakembert, de ő kibontotta magát, és a padló kiegyenlítés után, miután a szigetelő fóliát maga alá gyűrte, sorba rendeződött így, tengely szimmetrikusan. Látod, így megy ez. Te valójában miben segíthetek? Valahogy olyan, mintha úgy lenne kialakítva, hogyha így hunyorítok, akkor könnyebben megmozdulna a dolog. Végül is ez a hunyorító padló. Tehát ez a modell úgy volt a marketingben is, hogyha hunyorítasz, akkor könnyebb. Nagyon jó kis padló. Örülök, hogy tetszik. Meditáljál sokat, úgy, hogy nézed. De hogyha valami megmozdul rajta, azt tudod, hogy te voltál. Tehát amikor arról van szó, hogy te látsz valamit a padlón, ami eredetileg bejöveteletkor nem volt ott, az azért van, mert a gyönyörűséges homloklebenyed kreatív, és rávetíti azt, hogy például három perccel ezelőtt csak a fa erezete volt ott, most ilyen arcok vannak. Ilyenkor lehet ám a projekciót és a tudat egyéb ilyen kényszermozgásait nagyon jól tapasztalni. Ilyenkor lehet a tudat kényszermozgásait nagyon jól tapasztalni az elme mire képes. Csak amikor ez érzelmi vagy gondolati, akkor elhisszük. Amikor a padlón ott elkezd hánytorogni, hullámzani, növények jönnek ki, arcok formálódnak, ugye nem szólalt meg. Csak láttál valamit. Ha megszólal, akkor az egy fokkal rosszabb. Eszméletlen, miket vetítünk ki a világra, meg egymásra. És főleg azt hisszük el, amit a másikra vetítünk, és ez tragédia. A padló nagyon böcsületes, mert jelzi, hogy Úristen, nincs ott! Érted? Ez egy nagyon jó padló. Szeretem. Egyéb kérdés? Én visszatérnék párkapcsolati témához. Kimerítetetlen. Több tízezer évet csináljuk, és nézd meg, milyen állapotban vagyunk. Már az elhangzott, hogy nagyon jó tanító. Nekem is volt egy, ami mutatott valamit, ami által rájöttem egy csomó hibámra, hogy miket követtem el, és akkor úgy döntöttem, hogy ezzel foglalkoznom kell. Úgy gondolom, hogy tanultam is sokat belőle. Erről a párod hogyan gondolkodik? Hát azóta nem vagyunk együtt. Akkor és lehet, hogy nem tanultál és meg nem bizonyos dolgokat pontosan. Azért már kipróbálnám, hogy vajon tényleg tanultam-e, vagy nem. Hát olvassál Damma és padát. tehát nagyon fontos. Ezért Dammapada a buddha rövid tanításainak a költemény szintű tömör és világos gyűjteménye, azt mondja, ha ez van, akkor van az is. Ha ez nincs, akkor nincs az sem. Ez a párkapcsolatok gyökere. Mi hiányzik belőled? Nem a párod hiányzik, belőled hiányzik valami. Ha az megvan, a párod, mint a meteorit, így becsapódik az életedbe. Ettől meglátom, hogy mi hiányzik belőlem, mint amit említettél. Nem attól, amit említettem, hanem hogy gyakorolsz, magadban nézel, és hogy a férfi minőségedet te hogyan manifestálod, ott valami nem tipikus van. És hogyha azon állítasz, vagy javítasz, nagyon hamar a párod belép az életedbe. Köszönöm. Szívesen. Csak az egyenjogúság miatt ez hölgyekre ugyanúgy igaz, de szerintem kétség nem fér A dharma törvénye, ugye? Tessék? Mit tehetek akkor, hogyha a miben segíthetek kérdésre az a válasz, hogy nem segíthetsz, és hogyha nem nem látom azt a terhet, amit, amit a másik visz, vagy gondol. Először lásd meg a terhet, és hogyha megláttad a terhet, és együtt érzel vele, még ki sem nyitottad a szádat, már bízik benned, hogy segíthetsz. És akkor nem fogja azt mondani, hogy nem segíthetsz. Azért mondja, hogy nem segíthetsz, mert érzi, hogy nem látod a terhét, vagy nem akarod tudomásul venni. Úgy érzem, hogy nem én vagyok a... Megfelelési kényszernek az okozója, legfeljebb cinkos vagyok abban, hogy, hogy. Együtt élsz vele, nem kell cinkosnak lenni, együtt élsz vele, és ebből van az a felelősség, hogy egymás javát szolgálva kéne élnünk. De az, hogy ha te elhárítod az ő megfelelési kényszerét, akkor ő egyedül marad ezzel. Tehát, ha azt érzi, hogy az ő megfelelési kényszer. Részt kéne vállalnom a megfelelési kényszerben. Bizonyám. Mit tanultál az előző válaszból? Ha helytelen is az irány, egy kicsikét együtt kell menni azért, hogy megfoghassuk egymás kezét. És akkor utána közösen Menjek a kocsmába. Menjél vele a kocsmába. Akarj vele együtt megfelelni valaminek. Jó, és mi van, hogyha a gyerekek bonyolítják a képletet? A gyerekek mindig bonyolítják a képet, ha hagyod. Olyan lények, hogy fantasztikusak, tükrözik a karmádat. Tehát, hogyha a gyerek azt mondja, hogy csak anya a jó. Igen. És, és anya meg ehhez ragaszkodik megfelelési kényszerből, akkor hogy? Akkor, akkor te, te azt mondod a, gyerek... a gyereknek, hogy én akkor is szeretlek, hogyha csak anyát tartod jónak. Ez elég kéne, hogy legyen? Nem, ez a kezdet, a többi lépést nem mondom meg. Köszönöm. Szívesen. Az előző kérdése, szeretnék reflektálni, hogy feltehetem -e a meditációba ezt a kérdést magamnak, hogy mi hiányzik belőlem? Felteheted, csak ehhez olyan előgyakorlat kell, hogy ne az elméd, félelem és remény részlege gyártsa le ezt a választ, mert az mindig helytelen lesz. Tehát amikor az intuitív praxisról beszélünk, és a koan gyakorlatokról, az nem pusztán azért van, hogy te muzeális értékű koreai és kínai történeteket tanulj hanem azért van, hogy te az intuíciódat kifejlezd, és a duális elméd mozdulata nélkül a tükröző tiszta tudatod által lásd meg a választ a kérdésre. Miért? Mert a Kuan interjú során ez élesen elválik. Nem rögtön, de egyre élesebben. Tehát ne azzal a szerszámmal akard megoldani, amivel a problémát teremtetted. Ez erről szól. És itt, itt lehetséges az, hogy nem értem, de érzem. Sőt, ez így kezdődik, uh -huh. hogy nem értem, de érzem, aztán ez az érzés, ez egyre nyugodtabb és tisztább lesz, és az érzés egy idő után érzelem független lesz. Nem embertelen, hanem gondolat és érzelem független. És akkor van esélyed meglátni a helyes választ, az gyakorlatilag úgy becuppanod oda a helyére, hogy ki se lehet venni akkor jó, jó, jó az irány. Én itt nagyon sokszor megéltem azt, hogy nem értem, de mégis érzem, hogy csinálnom. Amikor a válasz megérkezik, akkor egy teljességélmény van, és nem tudod, hogy honnan jön, csak eltűnik a kétség és a hiány. Köszönöm szépen. Szívesen. Köszönöm. Nekem még olyan kérdésem lenne, hogy uh, hogyan lehetek felnőtt az életbe és a párkapcsolatban, hogy úgy érzem, hogy egy pontig megvan az erő, a határozottság az, hogy nő vagyok, és utána, utána ez abba marad, és mint hogyha visszamennék gyerekbe. Egyszerűbben gondolkodj magadról. Nagyon bonyolult az önképed, és amikor ez a nagyon-nagyon bonyolult önkép, amelyet egyébként a gondolkodásod tart fönt, összeomlik, akkor van egy ilyen kis megrémő gyerek, hogy úristen, most nem lehetek az, akinek eddig mutattam magam. Így van? Eleven egy ázs le ezt az önképet és akkor nincs ilyen tapasztalásod. Akkor egy kicsit jobban önmagad vagy. De mindig legyártom. Miért? Nem tudom. Egyszerűen csak, mint egy beragadt volna a is egyszerűen nem akar tovább uh -huh. mit, el, mit szeretnél vele elérni? Az, ahogy be van ragadva? Nem, az, hogy használod. A karmádat. Az önképedet. Mit szeretnél vele elérni? Hát most még itt is megborultam, mert már ezt se tudom. Hát tudod, bújsz, aztán rejtőzködsz, aztán még mélyebbre mész, és valójában azt szeretnéd, hogy szeressenek. A kettő együtt nem fog menni. Ez a rejtőzködő bonyolultság a megmutatkozó egyszerűség helyett. Ez nem fog menni. A bátorság az nem csak a férfiaknak egy ilyen nagyon komoly lovagi minősége, a hölgyeknek is ugye a saját érzéseiket mondjuk tudomásul kéne venni, és nem gondolatokkal maszkírozni kifelé. Hogy te még ügyesebbnek tűnj, vagy még okosabbnak, vagy még jobbnak. Hogy merd az érzelmeidet fölvállalni, és ne gyártsál ilyen gondolati előtéteket Köszönöm. Szívesen itt. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a, például a homeopátiás praxisban ö, nagyon sokszor ö, beszélnek alkatiszerről, vagy olyan szerekről, amik bizonyos mentális képeket, vagy fizikai képeket gyógyítanak. És hogy ez nem tulajdonképpen a, a karma becsapása, vagy... Ö, tehát az, hogyha valaki mondjuk ö, Kap egy ilyen biomágneses rezonanciát, mondjuk hívjuk így, és beveszi, és felismerettől valamit, de ő maga nem nő fel a feladathoz. Tehát felismeri azt, hogy ő milyen, mondjuk rejtőző alkat vagy jellem, és, és, és egy picit jobban lesz mondjuk egy ilyen szertől. De hogy egyes ő szám maga... harmadik személyű kérdést hallok. Igen. Tegyél föl egy egyes szám első személyű kérdést. Jó. Én homeopátia szakon végeztem, és, és használom, és nagyon sokszor érzem, tehát gyógyítok embereket, és nagyon sokszor az az érzésem, hogy nem jó az, amit csinálok, mert hogy beavatkozom, és hogyha az illető maga nem oldja meg a problémáját, akkor visszarendeződik. Tehát ideig, óráig adok egy szert, attól ő jobban van, és három hónap múlva visszajön, és pont ugyanolyan rosszul van, mint, mint amikor elkezdtük nagyon lelkiismeretes a kérdésed, és ezt a homeopátia eszközeivel nem fogod tudni megoldani, mert nem erre való. Tehát, ha te egy pénztáros vagy egy mávállomáson, akkor ne legyen lelkiismeret furdalásod, hogy egy olyan jegyet adsz el, amely csak a vonatra érvényes, és azzal a holdra nem tud elmenni. A vonatok nem mennek a holdra. Minden gyógyító praxisnak megvan a maga túl íg határa. Például az energiagyógyászattal, vagy bizonyos szerek használatával a gyógyszerekről beszélünk, a karmának, fizikai és lelki karmának egy részét tudod módosítani. De az identitás nem, a ragaszkodást, azonosulást nem. Nagyon ritkán ismeri föl a beteg a folyamat során, hogy igen, ezt én így és így teremtettem. Miért? Mert a kezelések nagy része tüneti kezelés. A mélységi kezeléshez meg nem gyógyszer kell, ahhoz meditációs gyakorlat kell. Te energiával felülírod a karmát egy ideig, az illető az identitásából, az azonosulásából újra termeli. És akkor neked, mint lelkismeretes gyógyásznak, el kell mondanod, hogy itt elérkeztünk az eszközrendszer határáig, és te megint megcsinálhatod, de megint egy hónap múlva ott lesz, mert ő termeli ezt a betegséget újra. Ekkor vagy lelkiismeretes, de nem kötelességed meggyógyítani a saját rendszered határain túl, mert nincs meg az a képzettséged azt mondod, hogy akkor menjen el, és csinálja ezt, és ezt, és ezt, amelyet te jónak gondolsz a tovább lépéséhez, és nyugodtan jöjjön egy további kezelésre, ha ezt akarja, ami korábban volt. De nem vagy köteles olyat vállalni, amire nem képeztek téged ki, nem vagy köteles a tudatába belenyúlni, sőt, ne is nyúlj bele, még ha belenyúlhatnál, akkor sem. És mutasd meg neki az utat, amelyen ő járhat, és mondjuk aktiválhatja a lélek öntisztító képességét, mert ezzel aktiválja a test öngyógyító képességét is. De ez már nem homeopátia, ez már kőkemény tudati praxis. A rálátás, a karmateremtés meglátása, ez már nem homeopátia, ez már nagyon-nagyon más. És ekkor jártál el helyesen. Tehát te, ha azt szeretnéd, hogy ilyen szinten gyógyítással foglalkoz, akkor ne legyen le furdalásod, mert látod, hogy mettől meddig terjed az aktív hatásod. Ezen belül tudsz csinálni valamit. Azon kívül nem? Jó? Az volna a kérdésem, hogy amikor otthon gyakorlok például az éneklést, akkor semmi másra nem összpontosítok, és erre nem kell nagyobb erőbefektetést, beletennem ebbe, csak gyakorlok és énekelek. És amikor itt meditálok, akkor meg a gondolataim állandóan cikáznak, és mindig vissza kell térnem a tantien fókuszra, hogy ez, ez miért, miért nem megy a meditálásban is az, mint az éneklés gyakorlásában? Azért, mert itt egy olyan tér van, és úgy gyakorlunk, hogy a karma intenzívebben mutatja meg magát, és intenzívenben is tudod levetni magadról. Teljesen természetes folyamat. Minden rendben. Oké? Okay? Ott? Én azt szeretném megkérdezni, hogy a hipohondria az mitől van, és hogyan lesz megszüntetni? Valójában halálfélelem van mögötte, amelyeket így szétraksz betegségekbe, és a környezet figyelmét úgy szeretnéd fölkelteni, hogy te betegnek hiszed magad, mert valójában félsz a haláltól. Vagy az elhagyatottságtól, vagy a szeretethiánytól, mely ugyanennek az alacsonyabb hatványa. És hogyan tudom megszüntetni? Úgyhogy valójában megtalálod azt magadban, ami nem lehet beteg, ami tényleg mindig egészséges. Tehát a hipohondria az a testre kivetített betegség, úgyhogy el is hiszed. És hogyha ezt megszünteted, ezt a fajta fizikai kivetítést, akkor te megtaláltad azt belül, ami tényleg egészséges. És ez a lélek tudatosság, ez lehet egészséges, lehet tiszta. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy a tiszta térszerű tudat, ez egy érzet, egy kép, vagy hozzád, hogy érkezett meg legelőször, amikor megtapasztaltad? Nem érkezett el. Hanem valaminek el kellett múlnia ahhoz, hogy végre lássam, tapasztaljam, ami mindig is ott volt. De az az én karmám volt, amelynek akkor át kellett szépen égnie, a tiédet pedig szenvedésed és belátásod mértékében fogod levetni. A zen nagyon világosan megmondja, hogy amit keresünk, az már megvan, csak a saját karmikus akadályainkat kell elhárítani, és akkor visszatérhetsz oda, amely mindig is megvolt, csak eddig nem láttad, nem tapasztalhattad. Nem lehet kívülről kapni, nem lehet belülről legyártani. Ezért az abszolút értékű gyönyörű szózatok, vagy a nagyon komoly belső karmikus alapú meggyőződések egyikesen fog működni. Tehát amikor elmerjük vágni a dualisztikus gondolkodást, amikor nem alapozunk az emlékek, jövőképek, jelenbéli projekciók garmadára, amikor tényleg visszatérsz erre a pontra, akkor megnyílik ez a tér, letisztul ez a pillanat rövidebb vagy hosszabb időre. Azután, hogyha nagyon szeretjük a karma felhőit, újra fogjuk termelni. Ha unalmas a kék ég gyönyörű tízezer mérföldnyi egyöntetű tisztasága, akkor szépen a megkülönböztető karmával elkezdjük szabni, varni a valóságot. Én azt kívánom, hogy mindannyian tapasztaljuk meg eredeti, tiszta önvalónkat, mert tényleg olyan, mint a végtelen tér és a tükörszerű, gyönyörű működés. Érjük el a megszabadulást, és használjuk föl ezt, mások segítésére, együttérzéssel, bölcsességgel és odafordulással. Köszönöm a figyelmet.